Szép napot kívánok mindenkinek! A nevem Menyhárt Dodi, és önök a Click Out, Magunk között című beszélgető műsorát nézik. Történt egyszer, hogy egy egyházgellei, egész pontosan Pósfa illetőségű zenésztanár édesapa fiaival karácsonykor mendikálni járt a rokonokhoz, az ismerősökhöz. És a mendikálást, ahogy illik, próbák előzték meg, ekkor merült fel először egy népzenei zenekar alapításának az ötlete. Első nyilvános fellépésükre 2010. március 15-én egy képkiállításon került sor, és ekkor még nem volt neve a zenekarnak, és amikor a rendező megkérdezte, hogy mégis mit mondjanak, az édesapa, Iván Lajos rögtönözve a Pósfa zenekar nevet adta meg. A többi pedig már történelem. Mai beszélgető társam Iván András, a Pósfa zenekar tagja, és nagyon köszönöm neki, hogy egy ilyen hosszú, kiböjtölt időszak után elfogadta a meghívást, és ma itt beszélgethetünk. És úgy tudom, hogy az elmúlt napok tényleg nagyon nyüzsgőre sikeredtek, hisz Párizsban, Brüsszelben zenéltetek. Hogy vagy? Mi újság veletek? Mi újság Párizsban? Mi újság Brüsszelben? Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon örülünk, hogy beszélhetünk olyan dolgokról, ami kicsit közelebb hozza az embereket ehhez a műfajhoz. Ez a kis utazás most a hétvégén történt, és úgy indult az egész, hogy a Brüsszeli Lisztintézet keresett meg bennünket, majd nem sokára rá a Párizsi Lisztintézet is, és mivel Petőfi év van, tehát 200 éve született a legnagyobb magyar költőnk, és ennek a programnak a kezdetére szerették volna, ha a zenekar az egyik kulturális programként tűnik fel majd a Brüsszeli Lisztintézet színpadán, és mivel megvolt a személyes kapcsolata bizonyos dolgozók révén a két intézet között, megvolt, ezért keresett fel bennünket a Párizsi is. Időpontban ez úgy nézett ki, hogy korábban Párizsban koncerteztünk pénteki napon, majd szombaton Brüsszelben ugyanazt a programot adtuk elő. Volt egy kérés, hogy hangozzon el Petőfi Sándor révén is valami, és rögtön eszembe is jutott, hogy ennek a nagyszerű költőnek több verse is folklorizálódott, tehát a népajkán népdalként élt tovább, úgyhogy rögvest az egyik összeállítást ezzel a verssel kezdtük el, nevezetesen ez a Juhászlegény, szegény Juhászlegény című verse. A népajkán ez még egy harmadik verszakkal is bővült. Nagyjából így nagy vonalakban ennyit tudok mondani a kis utazásról. Ennyire emlékszel, mondjuk így? Hát tartalmas volt mindenképp, ugyan városnézésre nem sok idő jutott, bár Brüsszelben egy kicsit erre több lehetőségünk nyílt. Ott a koncert végén még egy kisebb táncházra is sor került. A Brüsszelben dolgozó, Brüsszelben élő magyarok alkotta tánccsoport, illetve az ott élő magyarok, akik még aktívan, vagy hébe-hoba aktívabban néptánccal foglalkoznak, az ő segítségükkel ott, az ő kezdeményezésükre ott egy táncház alakult ki egy óra erejéig, amíg azt nem mondták, hogy most már csendleporítás. Véget vetnek a zenének, és hazamennek a pósfás legények. De most, amit itt elmeséltem a fölvezetőbe, azt te mennyire emlékszel? Tehát, hogy így kezdődött édesapád, akit tanáremberként, zenészemberként én nagyon becsülök, most egyházgellei polgármestere már jó ideje. Hát ő kezdte ezt az egészet, ő szeretette meg veletek a muzsikálást. Igen, ez valóban pontos volt, ahogy fogalmaztál. Annyit az előzményéhez, annyit előzményként hozzá lehetne tenni, hogy a 70-es években, amikor elindult a táncház mozgalom, azért bizonyos szele ide is átcsapott, és ő akkor, mint fiatal ember, hát őt is érintette ez a dolog, ő is örömét lelte benne, szeretett volna saját zenekart alapítani. Volt egy ős Pósfa, én azt is olvastam. Igen. Egy első próbálkozás, tehát ő előbb akart zenekart alapítani, mint családot ezek szerint. Igen, tehát igazából azt mondta, hogy úgy szoktam mesélni, hogy a népzenével való kapcsolata az úgy alakult ki, hogy a nagyapám kint felejtette a citerát az asztalon, de még ezt megelőzőleg szerette volna, hogyha harmonikán tanul az édesapám. Ő meg kicsi gyerekként sokkal jobban szeretett volna mást csinálni, de azért a nyakába adta a nehéz harmonikát, húzta, akkor ott vonta a harmonikát, nem tetszett neki, aztán végül sírásra fakadt, és végül mondta neki, hogy nem lesz belőled zenész, és a harmonikázásnak ott vége szakadt, És egyik délután tényleg kint felejtette a citerát az asztalon, és akkor édesapám elkezdte ott pengetni, nézegetni, és akkor úgy saját maga kapott rá arra a zenére, nem különösebb külső hatásra, és ezt követően aztán próbálkozott meg akkor ő még a népi brácsával, egy helyi formációt hoztak létre, barátokból akkor egy háromtagú formációt, és nagy szerepe volt ebben igazából Sebő Józsefnek is, aki akkor nagyon aktív résztvevője volt az itteni folkmozgalomnak, és többek között az ő hatására is indult el ez a zenekar, aztán végül egy versenyen is, ahol Ág Tibor, nyugodjék Ág Tibor bácsi előtt is. Most még édesapád zenekaráról beszélünk, ugye? Tehát igen, ez még édesapám zenekara, igen. Jó, de utána ugye családalapítás, született 3 fiúgyermek, és akkor ezekből zenészt nevelünk, vagy muzsikust, mert azért ez is egy érdekes különbség. Igen, mind a zenével foglalkoztuk, mindamellett, hogy te mondjuk tanult nagybőgős vagy, hogyha ezt így elmondhatjuk. Igen. Ezt ugye követte nála a katonaság, az úgy megszakította ezt a folyamatot, majd a családalapítás, és szokta mosolyogva mondani, hogy zenekart nem hozott össze, de 3 gyereket igen, és akkor a zenekart igazából majd azzal hozta össze, a három fiával. Ez történt 2010-ben, és hát... Egy nagyon sikeres zenekar lett, mert ha azt nézzük, hogy hány díjat raktatok össze, hát ugye volt először egy Tompa Mihály vers és prózamondó versenyen egy énekelt vers kategóriában egy első helyezés. Igen. Aztán 16-ban megnyertétek, akkor is volt egy győzelmetek. A Harmónia díj, az is egy komoly, tehát a szlovákiai magyar zenészeknek egy elismert díjazása. És aztán jött 17, amikor is a Felszállt a pávának a győztesei lettetek. Igen, valóban. Akkor még nem is gondolkodtunk sem versenyekben, díjakban. Igazából a saját örömünkre zenéltünk, mint ahogy gyerekkorunk óta a saját zenei örömünknek a kivetülése volt az, hogy mi most készülünk a mendikára, és majd mint egy egész család, egy zenekarként elmegyünk, és visszük a szeretetet karácsonykor zenével és énekkel házról házra, és ezt a bizonyos mendika próbát, ezt 2009 nyarán egy erdélyi kirándulás előzte meg, ahol igazából mi gyerekként ott találkoztunk először a táncházzal, édesapám tudta, hogy mi ez, és amikor Kalotaszentkirályon elhelyezkedtünk a szállásunkon, akkor a szállásadónk mondta, hogy ha esetleg gondolják, akkor jöjjenek le a kultúrházba, és nézzék meg, ott még éppen zajlik a Kalotaszentkirályi Tábornak az utolsó, a záró táncháza, hogy nézzék meg. Hát mi nem tudtuk, hogy miről van szó gyerekként, érdekesnek hangzott, édesapám meg azt mondta, hogy mi az, hogy elmegyünk, persze, hogy megnézzük. Elmentünk, és lásd csodát, élő akusztikus zenétől megrökönyödött az ember lába, hogy ez mi, hogy van ilyen, hogy a zenekar előtt férfiak letáncolják a szólótáncok pontjait, megfogják a lányokat, és mint egy régi lakodalomban, bálban folyik a kultúra, élik az emberek azt, ami régen a hétköznapok része volt. Élő kultúrát élnek. Pontosan, ott harapni lehetett a levegőt a kultúrától, és... Harapni lehetett a levegőben a kultúrát, így is jó. De igazából ti akkor már muzsikusok, tehát játszottatok hangszereken, vagy ez hogy történt nálatok a hangszerkiválasztás? Tehát édesapád azt mondta, na fiam, akkor tiéd lesz ez, tiéd lesz amazt, vagy az úgy magatoktól jött, hogy ki mit akar játszani? Mi jártunk zeneiskolába, mi 3-an, az Iván Fivérek, tehát a bátyám hegedűn kezdte, folytatta édesapám vonalát, ő korábban hegedűre járt, ugyanúgy zeneiskolába, tehát a bátyám volt a hegedűs, engem akkor a rockzene foglalkoztatott kisgyermekként, úgyhogy én a gitár felé mozdultam, én azon kezdtem a zeneiskolát, az öcsém pedig lett a billentyűs, édesanyám kántorkodott fiatal kora óta, és kvázi adott volt, hogy az öcsém valami felé fog elmozdulni. Ő a zongora mellett döntött, így a népzenét majd harmonikán kezdte, azért a két hangszer az eléggé szorosan összefügg. Most Zoltánról beszélsz? Igen, Zoltán öcsémről, igen. Tehát, de ő fúvós hangszereken is játszik, klarinét. Igen, ez egy későbbi történet szám a zenekarban. Tehát polifunkcionális, tehát multifunkcionális zenészek vagy. Igen, valóban, tehát hogy néhányunknak kellett hangszert cserélni a műfaj miatt is, meg ugye az érdekeltségi vonalak is arra vezették egy néhányunkat. Tehát mondjuk téged és Zoltán öcsédet, mert szerintem, ha úgy nézem, a bátyátok az maradt a hegedűnél, tehát ő a prímás. Igen, igen, de végül is ez nem is baj, mert a prímásnak azért rengeteg dolga van egy zenekarban. Igaz, hogy csak egy hangszerhez kell nyúlnia, egy hangszerhez kell ragaszkodnia, de azon bőven van mit csinálni, azért az nem egy egyszerű hangszer. Azért prímás. Azért prímás, pontosan, tehát ő vezeti a zenekart, ő át kell, hogy lássa, érezze az összeállítást magát, tudja, hogy hogy akarja levezetni éppen azt a zenét, neki tudnia kell tényleg táncolán muzsikálnia, mert rajta keresztül zenél a táncosoknak a zenekar. A prímás az egy összekötő, olyan, mint az énekes, ő pedig a közönséggel veszi fel hasonlóképp ezt a kapcsolatot. Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Elindult valami, ami kezdetben népzene volt. Most minek határozod meg magatokat, mert én hallottalak titeket énekelt verset játszani, azt is nagy bravúrral, nagyon jó ízléssel válogatva, népzenét, de nem roma muzsikát, hanem népzenét, magyar népzenét is játszani, ott is van azért különbség. Nemrégebben beszélgettünk egy roma prímással, ő is mondta, hogy ez egy más a roma muzsika és más a népzene. Tehát mik vagytok ti? Mi a Pósfa zenekar jelenleg? Népzenekarnak tartjuk magunkat, mindig is. Nép vagy népi zenekar, ez mi a különbség? Ez talán csak ilyen megnevezésbeli különbség lehet. Most, hogy népi-e az a zenekar, vagy pedig népzenekar. Népzenét játszó városi zenekar akár. Igen, népet. Végül is lehetne most ezen polemizálni. Lendüljünk át rajta, én okoskodtam, bocsánat. A lényeg arról van, az a lényeg, hogy népzenével foglalkozunk elsődlegesen, az egy másik dolog, hogy éppen a cigányzene felé érdeklődünk, mert ez szervesen összefügg. A magyar kultúrában a cigányzene az egy nagyon domináns helyet foglal el, persze. És a századok folyamán nagyon sok esetben volt hatással a falusi zenére. A népzene az kifejezetten falusi zene, a cigányzene az pedig, ha úgy veszük, kifejezetten városi zene. Faluhelyen is ugyanúgy cigány zenekar működött, falusi cigánybandának nevezhető a népi zenekar is. Most éppen például ezt a szót használtam. Tehát falusi zene, a népzene, a cigányzene pedig városi zene. Ettől függetlenül kacsingatunk a cigányzene felé is, bár nem ez a kenyerünk, illetve próbálkoztunk én gitáros révén azért más tánzenék felé is kacsingatok néha, és azért ez a zenekar bizonyos repertoárjában is észrevehető. De az öcsém is ugyanilyen nyitottsággal tekint más műfajok felé is. Az énekelt vers, az pedig a régebbi címbalmosunk Bér Márton kezdeményezése volt. Még a színészpálya előtt aktívan foglalkozott a népzenével, hasonlóképpen, mint mi. Ő az édesapja révén. Ifjabb Bér Mártonról beszélünk. Igen, az édesapja egy cimbalmos? Ő Bér László az édesapja. Igen. Ja, igen, persze. A Gimesben cimbalmozott az édesapja, Bér László, és ő ezért is nyúlt aztán a cimbalomhoz, az édesapja öröksége révén kacsingatott vissza a cimbalomhoz. Most pedig színművészként a Jókai Színházat erősítik. Igen, igen. Tehát akkor színpadi zenészek is vagytok, mert láttalak benneteket a Jókai Színházban muzsikálni. Igen, hát Mártonnal azóta is valahogy még mindig megvan ez a kapcsolat, hála Istennek. Ő, amikor a színészi pályát választotta, akkor úgy egyre határozottabbá vált, hogy a népzenét nem tudja olyan szinten folytatni, hogy az ne váljon esetleg a színészi pályájának a rovására, teljesen érthető okokból. Tehát tagcserék azután is voltak, több alkalommal is, és hát ilyen kapcsolatok révén is eltaláltunk a Jókai Színházban, megkerestek bennünket, bátyámat és engemet, hogy Svéchy Mihály az Örökség című darabjában szerepeljünk. Igazából Rédli Károly rendező volt az, aki szeretett volna egy kis zenei aláfestést is bizonyos részeihez a darabnak, ezért Lakatos Robert írt hozzá zenét, és végül bennünket ajánlott, szintén népzenei táborokból ismert bennünket, az ő táborokból, a Rév zenekar táborából, még Zsigárdról, és bennünket ajánlott, hogy közel áll hozzánk ez a műfaj, és mi nagyon örültünk ennek a felkérésnek, és hát végül is ebben is kipróbáltuk magunkat. Láttam a darabot, nagyon jól beleillett a történet. Ezt el is akartam neked mondani, hogy hálás is voltam érte, hogy ott láthattalak benneteket. Édesapáddal utána találkoztam, és mondtam is neki, hogy ez teljesen jól a helyén van. Ha azt nézem, hogy 13 év, mert hát ugye 10-ben volt az első, most 23-at írunk. Tehát akkor számtalan elismerés, amit mondtam. Mellette most már a színházi élethez is kapcsolódtok. Tehát gyakorlatilag a népzenét beviszitek a mindennapokba, és amit még mindenképpen meg akartam kérdezni, mert hogy elindítottatok a táncház mozgalom hasonlatosságára a szülőfalutakban egy táncházas, tehát Pósfa zenekarral táncházakat, amiket pályázati úton és egyéb dolgokkal éltettek, ami azért külön munkát is igényel. Mi a reakció? Szeretik ezeket a dolgokat? Felszállt a pávát 2017-ben szerepeltünk első alkalommal. A második alkalom az csak egy visszatérő alkalom volt, ahol a döntős és győztes produkciókat szólították meg. Inkább az első az, amikor ilyenkor beszélünk, tehát, mert ott végül győztes produkcióként kerültünk ki, mint győztes zenekar, és erre az ismerettségre építve gondoltuk azt, hogy megpróbálkozunk egy saját táncházzal. Azelőtt volt tapasztalatunk többfajta táncház szervezést megfigyelni, és szerettük volna ebből leszűrni a jókat, hozzáadni saját ötleteket, és a nagyobb ismerettségre szert téve bevonzani az embereket ebbe a kultúrába. Hogy sikerült? Hát az első néhány év, míg a koronavírus ezt meg nem szakította, nagyon sikeresnek bizonyult, több százan vettek részt egy táncházi eseményen, eddig nemigen volt példa. Tehát az ilyen 18-ban kezdődött? Igen, 18 szeptemberében kezdtük az első táncházat, és akkor még a helyi vendéglőben, Gelében tartottuk az elsőt. Mint egy írkocsmában. Igen, valóban voltak olyan megjegyzések is, hogy hát mind az 50-es években buli van a kocsmában, és aztán a hideg az bekényszerített bennünket a kultúrházba. A Covid meg haza kényszerített benneteket? Hát sajnos igen. De most ezt újra csináljátok. Hát a Covid után próbáltuk újraindítani ezt a történetet, vagy inkább folytatni, hogy így mondjam, mert mindenkinek csak egy intermezzó volt ez a Covid, legalábbis próbáljuk nem nulláról kezdeni a tevékenységünket, bárki előadó vagy bárki szervező, inkább csak egy ilyen kis szünetnek tekinteni. Hát mindenkit máshogy érintett, mi is kénytelenek voltunk szünetelni, és ki kellett valahogy mozdítani az embereket a Covid után az otthonaikból. Ezt mondják sokak, hogy akik ilyennel foglalkoznak, hogy ez egy nehéz dolog volt. Igen. Tehát az emberek bezárkóztak, és nagyon nehezen jöttek ki onnét. Igen, először az volt a reakció, hogy már pedig én nem maradok otthon. Igen. Sokak részéről, és végül valahogy az otthon melege az mégis ott tartotta az embereket, és inkább most már az van, hogy én már annyira nem mozdulok ki, legalábbis ezek a megfigyelhető tendenciák. Ám próbáljuk ezt is az elfoglaltságunkhoz mérten igazítani, és minél többet szervezni belőle. Igyekszünk más helyre is eljutni vele, legutóbb voltunk már vele Bősön is, illetve bárhová, ahol megszólítanak bennünket táncház felkéréssel, saját tapasztalatainkat próbáljuk átadni nekik, illetve tőlük is merítkezni, hogy mit javasolnak. És most éppen a farsang kapcsán kicsit színesítettünk rajta. Bőgőtemetés? Meg láttam, hogy most igen, mindenféle dolgokat találtatok. Hát ugye a farsang része, főleg a farsang végéhez kapcsolódik a jelmezes, állarcos népszokások sorozata, ám csalló közben az alakoskodás az dőrejárás és egyebek. Igen. Az alakoskodás az több formája is jelen volt már januártól, tehát már vízkeresztől kezdődően, ezért is bátorkodtunk jelmezes állarcos táncháznak meghirdetni a legutóbbit is, és nagyon pozitív fogadtatása volt, azt vettük észre. Végül is gondolkodtam ezen, hogy mennyire furcsa ez a dolog, bár semmi durva ilyen módosítása nem történt semmilyen hagyománynak. Igazából a népi hagyományt emeltük bele ebbe az új keletű dologba, ami itt nem volt akkor szokás, maga a táncház, mert az igazából egy urbánus szórakozási forma. Igazából a városi fiatalok szórakozási formája, ilyen definíciót is olvastam erre, mert hogy ugye ez Budapest berkein belül indult a 70-es években, amit székközségből emeltek át a városi urbánus kultúrába. Azt akarom még megkérdezni, mert ugye közben azért sok minden történt az Iván Fivérekkel, majdnem mindenki megnősült. Gyakorlatilag igen? Igen, mindenki. Tehát hogy zajlik ez most már, hogy mennyire tudjátok összehangolni a próbákat, a fellépéseket, azzal, hogy például te még most tanulsz, az öcséd, a bátyád, ők már dolgoznak? Mind hárman dolgozunk és tanulunk is még. Mellette. Tehát akkor igen, az önképzés az még zajlik a további. Az még bőven zajlik. Én befejeztem a Pozsonyi előadóművészeti főiskolát és elkezdtem a Seje János Egyetemet Komáromban. Mit csinál a Péter? Róla is halljunk. Bátyám folytatja a tanulmányait még Pozsonyban, de mellette dolgozik is. Az öcsém a vegyész, a bátyám a gépész, én meg vagyok a kakuktojás. Értem. Jó, de amúgy muzsikálni nagyon jól muzsikáltak együtt. Köszönjük. Az igazság, hogy ebből hallunk is majd a továbbiakban. Most tőled, nem az egész csapattól, nem a Pósfától, hanem egy icipici Pósfa érkezik muzsika szintjén, aminek nagyon örülünk. És hát azt kívánom, hogy minden egyes megmozdulásotok, legyen szó akár táncház szervezésről, akár koncertről, muzsikálásról, énekelt versről, színházi produkcióról, a további időszakban is ugyanolyan lendülettel történje, mint ahogy most itt csillogó szemmel meséltél róla, meg ahogy ebben a 13 évben tapasztaltok. Én csak gratulálni tudok elsősorban a szüleidnek, mert ők indították ezt a dolgot, nektek pedig a kitartásért. Bizony. És hát mindenkinek, aki ebben a munkában segített, akár korábbi zenészként, akár jelenlévő tagként a Pósfát, hát éljetek sokáig és csináljátok azt, amit csináltok. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Hölgyeim és uraim, ez most a Magunk között beszélgető műsor, a Pósfa zenekar egyik tagjával, Iván Andrással. Nagyon örülök, hogy minket választottak, jöjjenek a következőkben is, most pedig egy kis népi muzsika következik Iván András előadásában. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra! Az árgyélus kis madár nem száll minden ágra, én sem fekszem mindenkor a paplanos ágyba. Szállj meg, bánj meg, gyönge kis madárka. Szállj meg, bánj meg, gyönge kis madárka. Az én kedves vacsorám csak egy piros alma, az én kedves nyoszójám csak egy marék szalma. Szállj meg, bánj meg, gyönge kis madárka. Szállj meg, bánj meg, gyönge kis madárka. Engem ám az az asszony, kinek sok lúdja van, hanem az az asszony, kinek szép lánya van. Nékem is van kettő, mint az aranyvesző. Illik a fejére a szép selyemkendő, hogy nékem is van kettő, mint az aranyvesző. Ráillik a fejére az aranyos fejkendő, de minek a hat ökör a hosszú istállóba, ha nincsen szerelem a vetett nyoszójába, hogy szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem, miért nem termett hogy ez szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem. Miért nem termetté meg minden fa tetején? Ráncos péntő, tulibántos ing. Ráncos péntő, tulibántos ing. A péntőnek nincs ülepe, de nincs is annak becsülete. A péntőnek nincs ülepe, de nincs is annak becsülete. Rojtos gatya, tulibántos ing. Rojtos gatya, tulibántos ing. De a gatyának van ülepe, de van is annak becsülete. A gatyának van ülepe, de van is annak be.